Elképzelhető, hogy idén marad a nettóban kevesebb, mint 52 ezer forintos bér a közmunkában dolgozóknak. A közmunkások számát idén tovább akarja emelni a kormány. A számok 2013 eleje óta csaknem a 7-szeresére nőtt. Gémesi György a vendégünk. Jó estét kívánok, kapcsoljuk a MOSZ elnökét. Mit gondol erről? Ugye tavaly ilyenkor már megvolt az összeghatár. Nem fog ez változni? Nem változik az összeg? Mire számítanak? Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves televízió nézőket. Tulajdonképpen a közfoglalkoztatásnak a legnagyobb problémája az, hogy hihetetlen nagy számban vesznek benne részt az emberek. Ez azt jelenti, hogy bizony azért a munkanélküliségnek a rátája az, hogyha nem lenne közfoglalkoztatás, akkor nagyon megemelkedne. A mostani 6,2%-ról megközelíteni akár a 10%-ot is. Tehát tulajdonképpen ez egy jó iránya a szociális részének, a dolog szociális részének, hiszen ezt nem a kezelésének, hiszen a közmunka egyrészt valamilyen formában elfoglaltságot ad, másrészt valami minimális forráshoz juthatnak az emberek. De azért túl nagy szám az a közel 300 ezer ember, aki ebben a rendszerben dolgozik, és az a megélhetési összeg, amit erre biztosít a fizetés formájában a költségvetés, illetve a kormányzata, az sajnos bizony a megélhetésre igencsak alacsony és nem elegendő. Igen. Bocsánat, csak annyit szerettem volna megkérdezni, hogy egyéb iránt ugye elmarad a minimálbértől jócskán. El lehet azt érni, hogy esetleg felzárkóztatják ezt az összeget? Cél ez? Hát megmondom őszintén, hogy inkább az lenne a jó, hogyha volna a versenyszférában megfelelő mennyiségű munkahely, és ott ugye a minimálbért meg tudnák keresni az emberek, sőt annál többet is, hogyha olyan munkahelyre helyezkednének el. Nem nagyon mozdult el a szám az elmúlt esztendőben. A versenyszférának a munkahely töblete az nem volt nagyságrendben nagy növekmény az elmúlt időszakban. Ez azt jelenti, hogy ha nem is stagnál, picit növekedett összességében viszont, sajnos azt eredményezte, hogy a közmunkások transferálása átmenetele a versenyszférába azért olyan nagy számban nem történt meg. A másik probléma pedig nyilván az, hogy adott esetben nincs meg a megfelelő felkészültségű és végzettségű ember, akit a versenyszféra föl tudna szívni adott esetben. Tehát több probléma van. A közmunka maga, a közfoglalkoztatás maga, ez egy jó dolog, mert átmenetileg kezeli a munkanélküliségnek ezt a helyzetét, de összességében egész más megoldást kellene, például mondjuk a gazdasági növekedés mellett munkahelyteremtés és olyan jellegi munkahelyeknek a biztosítása, ami nem a minimálbért, hanem egy annak magasabb összeget tudna biztosítani ezeknek az embereknek. Gémesi György, köszönjük a számokról, később beszélünk majd. Én is köszönöm szépen.